Ben Stork nem érti, hogy külföldön miért nem kapkodnak az eb 8 döntős labdarúgóink után. Ugye Gyugyák Balázs nemrég a közel-keletre, az osztrákok ellen csodagolt szerző Stíber Zoltán pedig a német másodosztályba igazolt, de szerencsére akad azért pozitív példa, és átigazolási körkép következik Lackó Mihály, FIFA licences játékos ügynökkel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát mi a baj egyelőre a, a magyar labdarúgókkal, vagy, vagy miért nem érdeklődnek irántuk a, a külföldi klubok, ugye korábban arról beszéltünk, hogy kiírtuk magunkat jó időre a világversenyekről. Most nyáron ez megváltozott, hiszen ott volt a csapat az Európa-bajnokságon, jól is szerepelt, még sincs nagy érdeklődés. Hát ez hosszú út. Nincs szerintem, nagy érdeklődés? Szerintem ö, nagy érdeklődés ezek szerint nincs, de az igazság az, hogy a, az EBI alatt azért volt. Minket is több csapat megkeresett, hogy ö, az irodánkat, hogy egy-egy játékos iránt érdeklődnek, ö, megnézik helyszínen, hát sajnos ezek nagy csapatok voltak, ők elálltak ettől a, a tervüktől, de szerintem ilyen kisebb csapatoknál azért látható érdeklődés remélem lesz is szerződés, tehát lát Guznis Ricsi, aki a Peszkára érdeklődik, iránta most ugye Nikolics, Nikolics nem a a City, City. Kádár igen. Tamás. Hát igen, nekem a legnagyobb meglepetés, hogy Kádár Tamás még mindig ö, Lengyelországban van, hiszen ő nagyon nagyot teljesített, tehát azt valljuk meg őszintén, tehát a minden meccsen szinte. És Egyelőre értetetlen okokból, bár igazából érthető azok, hiszen mindegyik játékosnak élő szerződése van. Na most az élő szerződésből kivásárolni, azért ez nehezebb. Ráadásul úgy nehezebb, hogy ugye mi azért, hogy az előbb is említette, nem voltunk az elitbe. Tehát játékosaink sem szerepelnek kluboknál, tehát itt azért egy, egy át, még nagyobb áttörés kell, erre nagyon jó lehetőség lesz a világbajnoki selejtező. Ráadásul, említette, hogy említett, hogy fizetni is kell ezekért a játékosokért, Igen. és hát azért általában mondjuk Magyarországról, vagy itt ebből a térségből azzal a célral igazolnak futbolistákat a, a, csapatok, hogy aztán, aztán magasabb áron sikerüljön őket ugye tovább értékesíteni. Most a, a magyar EB ezek szerint Nagy Ádám az egyetlen olyan futbolista jelen pillanatban, akivel ezt el lehet érni? Hát úgy néz ki, illetve hát a EB keretből, de hát ugye ott a kis salai, aki Palermóba ment, bár ő még csak kölcsön, de hát belőle is jó üzletet csúnya szóval élve lehet csinál, tud csinálni a Palermo. Igazából a nagyádámnál az a történet, hogy egy fiatal, tehetséges játékos, pont irányába is volt egy megkeresés, az a klub azt mondta, hogy még nem, nem elég erős, nincs fizikailag felkészítve, arra a szintre, hova akarták vinni. Ö, nem tudom, meglátjuk, remélem be tudja bizonyítani ennek az ellenkezőjét Bolonyába. Az látszik minden esetre, hogy őt Bolonyában nagyon szeretnék felépíteni, és, és, Ádám nagy valószínűséggel tényleg azzal kecsegteti a Bolonyát, hogy, hogy, hogy őt majd haszonnal lehet továbbadni a későbbiekben. Igen, reméljük, hogy egy, így is lesz. Hogyha az Európa bajnokságra visszaemlékszünk, akkor önben melyik játékos teljesítménye maradt meg úgy, úgy Isten igazából, hogy akire azt mondta, hogy na őt biztos, hogy el fogja vinni valamelyik csapat? Hát az első meccs alapján a Fiola Szalai Kádár Tamás, már említettem őt, utána nagyon nagy mezőmunkával, most hazabeszélek, hiszen Szalai Ádámot 7 éven keresztül én menedzseltem, nagyon nagy, mező munká, nagy mezőny munkát végzett, ugyanakkor viszont folyamatosan kiváló formában volt a Tomé, tehát ő, ő, őt nem is értem, hogy, hogy ő miért, miért van még mindig Lengyelországban. Sajnos Fiola megsérült, pedig irányába is volt megkeresés az első meccs után. Vele kapcsolatban én egészen biztos voltam abban, hogy a, a Hertában folytatja a pályafutását, mert a Dárdai pálnál jobban senki nem ismeri. Az egy másik kérdés, ugye, hogy a az első számú jobb hátvéd Pekárik végül nem távozott a csapattól, hanem, Igen. hanem maradt. Igen, hát és mondom, még most is volt érdeklődés, de sajnos ugye azzal, hogy közeledik az átigazolási szezon vége, telítődnek a csapatok, komoly közép-kelet-európában jegyzett csapat is érdeklődött iránta, de közben ugye, mivel hogy sérült volt, nem végzett még teljes értékű munkát, inkább más mellett döntöttek, sajnos egyéniségeket keresnek inkább a, a, a top bajnokságban lévő ö, csapatok, vagy pedig, vagy pedig csapatembereket. Most így az átigazolási időszak eddigi alakulása alapján én inkább azt gondolom, hogy az előbbi, tehát hogy egyéniségeket, mert ugye a magyar válogatott kimondott a jó csapatjátékot játszott, és ahogy ön is elmondta például, ugye Szalai Ádám is Nagyszerű mezőnymunkát mutatott be, Öt, ugye nem mellesleg, ugye őrült el ugye az első LB gólunkat, de, de ettől függetlenül valóban a mezőnymunkája az, amit mondjuk az elmúlt két évben nagyon-nagyon uh, ki lehet emelni a magyar válogatottnál. És ugye jót is van a Bundesligában, de, de úgy tűnik, hogy azért ennél feljebb már egyéniségek kellenek. Hát én nem mondanám, hogy Ádám nem egyéniség, bár ezzel tudom, hogy sokan vitatkoznak. Ö, nem véletlenül volt érdeklődés Malagától ö, különböző top török csapatoktól. Itt azért nagyon behatárolja az ára, tehát hogy a Hoffenheim mennyit kér érte, illetve hát gondolom Ádámnak is van olyan fizetése, amit mondjuk lehet, hogy egy malaga nem tud átvállalni, bár kötve hiszem, de, de ez is közre játszhat ebbe. Főleg úgy, hogy még fizetni is kell a játékos után. De a magyar válogatott EB keretében jelen pillanatban négy olyan futbalista van, aki a, a, négy top bajnokságban szerepe, ugye Nagy Ádám mellett Szalai Ádám, Kleinheisler, László, illetve Gulácsi Péter, ugye utóbbi három a Bundesligában futballozik. Egy VB szereplése aspiráló válogatottnál azért én gyanítom, hogy ez kevés, nem? Igen, mindenképpen. Hát ha csak a szlovákokat veszük, ott majdnem mindenki komolyabb csapatokba játszik illetve nem is a bajnokság itt a lényeg mert ugye Törökországban is vannak úgynevezett top csapatok Fenerbahce Galatasaray Besiktás oda például elég sok ö, szlovák játékos ment és valljuk meg őszintén hogy ugyanaz majdnem úgy ugyanaz a környezet illetve a miénk sokkal jobb tehát a infrastruktúránk sokkal jobb mint Szlovákiáé és mégis őket Elő, elő szeretettel viszik. A valamiért nem, bár ennek a valamiért ennek van ez a 10-15 év, ami mögötte van. Tehát a fiataljainkat még elviszik, csak amikor már oda kell érni a top csapatokhoz, akkor veszik el a fonál. Ott és kell akkor... még egy-két-három ebé szereplés? Hát legalább. De egy VB is jó lenne, közte lenne. Ily nem sokára indulnak Igen. majd a vb-selejtezők. Ha már említette Törökországot, akkor természetesen egy Balást sem lehet megkerülni, hiszen az Egyesült Arab Emírségekbe igazolt, és ő maga is elmondta, hogy hogy ott követette, vagy ott követtek el hibát a, a menedzserével, amikor a, a PSV után az Anzsi Mahacskala ajánlatát fogadták el. Most ugye csak az Egyesült Arab Emírségekből érkezett a hírek szerint ajánlat érte. Balázsra kapcsolatban talán most már arról kell beszélni, hogy, hogy, hogy ő még vissza tud térni a, a, az európai futball nívós részébe? Hát ebben mindenképpen döntő lesz a VB selejtező, Ö, akkor vissza tud térni. Ö, egyetlen egy van azért, itt azért, hogy mondjam csak, a PS Weintoven is olyan pénzt kért érte, amit lehet, hogy most beszélhetünk Lirről, meg akkor fölmerült csapatokról, lehet, hogy nem tudtak volna kifizetni. Tehát itt is egy, lehet, hogy egy kényszerpálya volt. Én nem Mondanám azt, hogy akár a menedzserre, akár Balázs ezt elkapkodta. Tény és való, hogy akkor egy top csapat ké, ö, alakult macskalán. Az más kérdés, hogy ugye ez, mint egy főfújt lufi, egyszer csak idúran. Tehát ez, ez egy történet, de ezt így nehéz elmondani. Az biztos, hogy a, a VB-selejtező az meghatározó lesz a következő időszak pályafutására Balázsnál. Egyébként egy ilyen rossz döntés, most utólag nyilván már könnyen okos az ember, hogy ez rossz döntés volt. E Ennyire be tudja folyásolni egy egy játékos pályafutását, vagy azt mondom, hogy ennyire. Hát talán a megpecsételni az erős szó, mert mert azért balázs abszolút sikeres labdarúgónak mondható, de de közben meg mégis mindenkiben hiányérzet van, és a, a látottak alapján benne is a, a pályafutásában. Igen ez, ez, igen, ez köszönhető, köszönhető a médiának, hiszen a média bebedobott be, be, olyan neveket, amit mindenki fölkapta a fejét, hogy oda kéne mennie ezek, ezek sajnos, én is átéltem ezt ezelőtt hat évvel, hogy az Ádám mellett is bedobtak olyan neveket, amit ráadásul az én számba adtak, hogy én nyilatkoztam a spanyol márka újságnak. Bocsánat, egy Zsuzsák kapcsolatban azért abból a szempontból nem volt alaptalan. Nyilván lehet, hogy csapatnevekkel ugye dobároztak, amelyek alapvetően nem érdeklődtek, de azért olyan játékosok, akik olyan teljesítményt nyújtanak a holland első osztályban, annak és az egyik élcsapatában, mint a Gyugyák az ott annak idején, olyan játékosokat Tényleg top csapatok igazolnak lehet. Ne most... felejtsünk el egy nagyon lényeges mondatot, hogy magyar. Uh -huh. Tehát ez azért egy nagyon lényeges. Nincs uh, húzó név, nem volt húzó év. Détári, Kiprik volt utoljára húzó év uh, a különböző top bajnokságokban, és valljuk meg őszintén, a, a holland bajnokság nem top bajnokság, viszont nevel top játékosokat. Sokkal egyszerűbb egy németként, angolként, hollandként onnan eligazolni, mint magyarként. Én számtalan példát tudnék arra mondani, hogy mi volt egy Mitchell nevezető emberke, akit ismerünk mindannyian, ugye a Real Madridból, ő megkérdezte, hogy kerül ide a magyar futbalista a Real Madridhoz. Hm. Egyáltalán a, a Castillához most teljesen mindegy, hogy hova, de hogy a Real Madrid kötelékébe. Tehát ezek, ezek mind olyan, hogy mi le voltunk írva a futballba, tehát ezt valljuk meg őszintén. És hát ehhez kell akkor a jó válogatott szereplés, Így hogy van. Is van, ismételten is is. kezeljenek minket úgy, mint... Így van, mert akkor abban az időben, mikor megkérdezték tőlem pont a Mitchell, hogy ki a top játékosunk, és hol játszik, én a Gera Zolit mondtam, és Veszboromics Albion, és akkor így nézett rám, hogy az top csapat. Tehát most nem lekicsinylően mondom ezt, csak félreértés nehesség nekünk, ő volt a húzó név, és egy Veszboromics Albionba játszott most kéne valaki olyannak befutni, legyen az Nagyádám, legyen Kleinheisler László, akik, akik, fiatalon egy, tényleg egy top csapathoz el tudnának igazolni, nyilvánvaló ez az évük rá fog erre menni, de remélhetőleg teljesítenek úgy, hogy utána tényleg egy nagyot ö, nagyobb klubba tudjanak elmenni. Hát már csak ugye azért is fontos lenne, hogyha mindenki megtalálná a helyét, mert hamarosan jönnek a világbajnok is a lejtezők, és, és ott már újra a játéké lesz a főszerep, és jó lenne, hogyha fennmaradna az a futballáz, amelyet nyáron jellemezte Magyarországot. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én is köszönöm.